szüleid. Szerencsések önök, hogy 4 elképesztően tehetséges gyermekük van. Na, hogy mindjárt sírok. Üzeljétek el, a Jézuska azt mondta nekem, hogy aki nazdai cuccot kér karácsonyra, minél előbb rendelje meg, hogy odaérjen addigra. Köszi! Na sziasztok mindenki! Ugye Instagramon láthattátok, hogy megtörténtek a jótékonysági közönség találkozók. Bácsalmáson és Baján tartottunk, hogy december 22-én a nehéz körülmények között élő családokba is tudjunk egy kis ajándékot vinni. Nagyon hálás vagyok a nézőimnek, és fantasztikus közösségem van, fantasztikus nézőközösségem van, mert rengeteg adomány összegyűlt, ezt is Instagram sztoriba tettem ki, de rengeteg, és még az a jó, hogy még jól is éreztük magunkat, ugye voltak a programok, a közönség találkozók, beszéltem, lehetett kérdezni, osztottam dedikáló kártyákat. Egy ilyen fantasztikus összefogással mennyi család életét jobbá tudjuk tenni karácsonykor, és ez annyira feltölt, és annyira boldog vagyok, ugye nagyon jól tudjátok, hogy nagyon sok család nemhogy nem tud mit enni karácsonykor, hanem fűtés sincs a lakásban, úgyhogy látni fogjátok, mert december 22-én megpróbálunk videófelvételt készíteni, ahova hordjuk a cuccukat, természetesen megkérdezzük, mint minden évben, hogy lehet-e felvételeket készíteni, látni fogjátok a kihordásról, és úgy van, hogy Baján és a környező településekre fogjuk kivinni ezeket az adományokat, úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni, nagyon hálás vagyok tényleg. Több barátom is írt, volt, aki Pestről küldött csomagot. Volt személyes barátom is, aki azt mondta, gyere Dani, beugrunk most a bevásárlóközpontba, vegyünk, mi kell, mire van szükség. Mondtam, tartós élelmiszerre bementünk, több 1000 forint értékbe bevásárolt, és tök jó, hogy számíthatok tényleg a barátaimra is, és rátok is, kedves nézők. Már nagyon sokat segítetek azzal, hogy nézitek a videóimat, de ha ilyen projektben közösen részt vesztek velem, az még jobban feltölt, és szerintem ezért élünk a világon, hogy szolgáljunk, és másokat boldoggá tegyünk, és mi is boldogok legyünk. Jó, milyen jó beszédet lenyomtam, nem? És képzeljétek el, hogy a gyerekek nem csak adományt hoztak, hanem kaptam ajándékot is, amit külön köszönök. Ugye láthatjátok, meg tudhatjátok, szeretitek a csomagbontós videókat, hogy nekem, én úgy bontok csomagot, mint egy kisgyerek. Én nagyon szeretek ajándékot kapni, és mindig boldog vagyok, hogy kapok tőletek ajándékot. Most karácsony előtt láthatjátok, hogy megszaporodtak a csomagbontós videók, mert nagyon sok ajándékot kapunk. Igazából kaptam alkoholt is, de alkoholt már nem fogyasztok. Meg édességet se eszek, ugye kondiba járok, most már egy hónapja, édességet bevallom őszintén 3 napja nem eszek. Úgyhogy most kezdtem, szorítsatok, hogy kibírjam, meg egészségesen próbálok étkezni. Kaptak a gyerek öcseim is ajándékot, most ők buliba vannak, szülnapi buliba, de megmutatom, hogy ki mit kapott. Ádika kapott egy Csoda Bogarak nevű mesekönyvet talán? Mici Mackó van be, Mici Mackó mesét. Este majd felolvashatom neki, régen meséket olvastam fel neki elállás előtt, most ezt fogom majd neki felolvasni. Ákos a csillagszemű juhász és más magyar népmeséket kapta. Én személy szerint nagyon szeretem a népmeséket, majd felolvasom nekik. Közös pedig kaptunk egy Verdás társas játékot. Karácsony jól jön, mert karácsonykor mindig a családdal közösen töltjük az időt, ebbe bele tartozik a közös társas játékozás is, úgyhogy köszönjük szépen, és a levelet is felszeretném nektek olvasni, ha megengeditek, mindig nagyon boldog vagyok, hogy ennyire szerettek. Daniéknak Hannától. Szia, Dani, Ádi és Ákos, örülök, hogy írhatok nektek levelet. Nyugi Hanna, meg fogják nézni a videót, és ők is köszönik szépen. Nagyon nagy kedvenceim, a PUBG meg az összes videó, köszönöm szépen. Csajok is nézik a live-ot, a PUBG live-ot, köszönöm szépen. Hát igazából nem tudok játszani, csak ugye beszélgetni szoktam veletek közben. Örülök, hogy megtaláltam egy olyan csatornát, ami nem a pénzért csinálsz. Azt hiszem így akartad kifejezni, nem beszélsz csúnyán. Nagyon ügyesek vagytok, így tovább. Sziasztok! Bocsi a csúnya helytelen írásért, ne aggódj Hanna, gyönyörűen írt, én nagyon csúnyán írok. Mindig, amikor dedikálok, mint most a közönség találkozom a gyerekeknek, mondom, hogy ne nézzék, mert vállalhatatlan az írásom, de legalább az enyém szoktam mondani. Kedves Dani, nagyon szeretem nézni a videóidat. Nagyon jó látni, mennyire szereted a tesóidat. 2014 óta nézem a videóid. Azért mondom, hogy pár ember rajtam nőtt fel. Hihetetlen. Amikor először
először láttalak, a busz megállóba el se hittem. A tesóid nagyon cukik, remélem tetszenek az ajándékok, kellemes ünnepeket, első legjobb youtuber Dorkától. Bocs, hogy csúnyán írtam, mindenki odaérje, de ne aggódjatok, amíg el tudom olvasni, szépen írtok. Úgyhogy köszönjük szépen, kellemes ünnepeket kívánok nektek is. Kaptam a csajoktól energiaitalt, meg csokoládét. Hú, meg itt van még valami. Szoktam kapni sok rajzot is. Egy helyre gyűjtöm őket, hogyha öreg leszek, tudja mutatni az unokáimnak. Nézzük. Azt a de jó! Külön köszönöm tényleg, akik levélírással vagy rajzzal töltik el az értékes idejüket, mert az idő, szokták mondani, pénz. Köszönöm szépen. Jaj, ennek van a hátuljára írva. Boldog karácsonyi ünnepeket, csak így tovább, te vagy a best videós. Nagyon jó vagy, remélem, soha nem hagyod abba. Te vagy a kedvencem. Bocsi, a rajz nem a legjobb. Nagy Izabella, köszönjük szépen Izabella. Nagyon kedves vagy. És Nasz Dani, ilyen is van. Nagyon jó. Következő csomag, ebben is édességek vannak, ugye? Én szomorú szívvel, de nagyon sok édességet szoktunk tőletek kapni, ugye? Figyelni kell a srácoknak is, hogy egy nap mennyit ehetnek, hát ugye ilyen sokat ők se ehetnek meg. Köszönjük szépen, hogy őszinte legyek, ezekből a csomagokból szoktunk vinni a család többi tagjának is. Vannak ugye unokatesók, gyerekek, és nekik is szoktam vinni, remélem, hogy ezt megértitek. Nekem nem kell, most nagy fogyás vagyok, 102 kiló vagyok, 85-re le kéne menni, mert kicsit rosszak lettek a véreredményeim, úgyhogy most azért vagyok ilyen elszánt. Semmi alkohol, semmi zsíros kaja, meg semmi édesség, úgyhogy szorítsatok, légy szíves, majd pár hónap múlva jelentkezem, hogy hogy állok, jó? Na, Nasz Dani, okés? Sok szeretettel Boros Boglárkától, nagyon örülök, hogy végre találkozhatok veled, nagyon jó videós vagy, így tovább sok sikert, kellemes ünnepeket kívánok, Nasz Dániel, én is kellemes ünnepeket kívánok nektek. Nagyon köszönjük, és van még egy csomag, aminek nagyon örültem, képzeljétek el, mert én belenéztem, és képzeljétek el, hogy pont ehhez, az edzéshez való cuccokat kaptam, örülök neki, hogy egészséges dolgokat kaptam, gyümölcsszelet, hogy azért jó, a gyümölcsökkel pótolom az édességet, van, mi ez, datoja? Datoja, apa nagy kedvence, meg zapkása gyerekek, zapkása is van benne, és nagyon örülök, meg vannak ilyen fitness csokik benne. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kaptam, mert most ezek szükségesek nekem az edzéshez, úgyhogy külön köszönöm Andrisnak. Kedves Nasz Dániel, nagyon szeretem a videóidat és a live-édet, szeretem a jó vicceidet, és persze bölcs, de igaz, és Instagram kép aláírásaidat is köszönöm. Rengeteg gyermek álma, hogy találkozhassanak veled. Szerencsére nekem idén háromszor volt alkalmam, igen, mindegyik bajai közönség találkozón ott volt. Egy kis személyes üzenet testvéreidnek. Vivi, legyél ilyen okos, fotogén, ahogy vagy. Mi a fele? Hihetlen. Ákos, remélem már jobban vagy. Legyél ugyanilyen talpra esett, mint most vagy. Ádám, cuki vicces vagy. Fociban 100%, remélem egyszer lehet majd látni a tévében. Hoppá! Szüleid, szerencsések önök, hogy 4 elképesztően tehetséges gyermekük van. Na, hogy mindjárt sírok. Mindjárt sírok, meg szoktam hatodni az ilyenem. Nagyon köszönöm. Datoja, egész család, gyümölcsszelet, sajnálatos módon csak 5 darab volt, ne haragudjatok, hát ne viccelj. Fitness 2 darab, Nasz Daninak, bocsi, hogy nem túl rorodi, de úgy gondoltam, hogy egészségesebb. Zapkása 3 darab, Ákos Ádám Bibi. Ezt szerintem belopom tőlük, mert ez egészséges. Köszönjük szépen, Andris, nagyon kedves vagy, és kaptam még Ivettől is ajándékot. Megnézzük, hogy Ivettől mit kaptunk. Na, hát jól leragasztottad, ügyes vagy. Nézzük, jó, van benne édesség, köszönjük Ivett. Ide egy helyre rakom az egészet, és akkor itt elfér minden. Itt minden is elfér. Tök jó. Hát lassan külön szoba kell, hogy mit kaptam tőletek. Nézzük. Nasz Daninak. Tök jó karácsonyfa, hóember. Remélem esni fog lassan a hó, mert szeretném. Kedves Dani, nagyon jó volt veled találkozni. Vicces és jófej videós vagy. Emlékszel, mikor bokodra a igen boltba kilaktátok a plakátokat egy nőtől? Megkérdezted, hogy ki rakhatjátok? Erről azt mondta, hogy a hírességeknek biztos megengedik. Anyukám volt, igen, még itthon meséltem is, hogy tök kedves volt, hogy így mondta. Köszönöm szépen. Ez az adománygyűjtés nagyon jó ötlet volt, remélem. Ezzel a kis csomaggal tudtam segíteni a
rászorulóknak. A csokit osszátok el, kellemes ünnepeket előre is, Dani. Köszönjük szépen, Ivett, és tényleg mindenkinek nagyon hálásak vagyunk mindig. Annyira jó, hogy egy ilyen fantasztikus nézőközönségem van. Ugye tudhatjátok, hogy nagyon sok YouTube csatorna eltérő, mindenkinek van egy egyénisége, nekem is külön nézőközönségem van. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok, és jövőre is ennyi figyelmet fogok tőletek kapni, és még többen nézitek a videóimat. Nagyon köszönöm még egyszer, 22-én veszik fel a videót, szerintem 23-án tudom nektek publikálni. Úgyhogy, és ne felejtsük el, hogy nem csak karácsonykor kell adni másoknak, hanem az év minden napján, ha nem is fizikai vagy ajándékbeli dolgokat, hanem egy jó szó, egy mosoly, bármit, amit csak szeretnétek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, jövünk a folytatással, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással.